Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Most már negyedszer adjuk át a Pálffy István díjat, és ezzel most már azt mondhatjuk, hogy a nagy hagyományú díjak közé tartozik. Talán a legszebb módon lehet így megemlékezni fiatalon elhunyt képviselőtársunkról, az Európai Parlament képviselőjéről, Pálffy Istvánról, akinek természetesen sok minden köszönhetünk, és sok minden maradt hátra a hagyatékából, de amire ilyenkor mindig a Pálffy István díj alkalmával, illetve ennek átadása alkalmával emlékezünk, az a térségi szemlélet, a regionális szemlélet, a kisközösségi szemlélet, amely igazából élővé és élhetővé teszi Európát. Hiszen Pálffy István maga Bihar képviselője a saját életében tapasztalhatta, hogy mit jelentett az országhatárok által kettészakított, egykor volt szerves térségek számára az, hogy megszűnt a kommunikáció lehetősége, megszűnt a közlekedés lehetősége, a kereskedelmi kapcsolatok bonyolultabbá váltak, és furcsa módon az első világháborút követő időszakban előállt helyzetet az a szocializmus, amely a nemzetköziséget hirdette a jelszavaiban, nemhogy enyhítette volna, hanem még nehezebbé tette. Az aknazárakkal, a szögesdrótokkal, de még az úgynevezett baráti köztársaságok közötti határ átjárhatatlanná tételével is. Pálffy István ugyanakkor nem csak személyes tapasztalatából váltott európai tapasztalattá, hanem megérezte azt, hogy amin az európai integráció alapító atyái is gondolkozhattak, és célként szabhatták, hogy Európa mindannyiunk otthona legyen, csak úgy valósulhat meg kontinensi szinten, hogyha helyi szinten is megvalósul, hiszen az otthon a helyi közösségekben kezdődik, és innen épül fel. Nem véletlen, hogy azok az emberek, akár Konrad Adenauer, akár Robert Schuman, akár Alcide de Gasperi, akiket az európai integráció atyaiként szoktunk megnevezni, hogy ezek az emberek mind olyan térségből érkeztek, amelyek nem csak határmenti térségek voltak, de mindennapos élményként tapasztalták meg azt, hogy milyen a szomszédos nemzettel mindennapos szomszédsági közelségben élni. Így aztán Pálffy István élete és munkássága az Európai Parlamentben számunkra nem csak követendő példa, hanem egy kötelező hagyománnyá is vált. Hiszen minden évben, amikor őre emlékezünk, és kitüntetjük azokat az embereket, akik a mi értékelésünk szerint sokat tettek a regionális együttműködésért, valójában azokat az embereket tüntetjük ki, akik Európa otthonossá tételében működtek közre. Hiszen a regionális együttműködés a közösségek együttműködését jelenti. Azon közösségekét, amelyeket sokszor mesterséges, máskor természetes határok választanak el, de ezek a határok, ezek nem választhatnak el úgy két közösséget egymástól, hogy a köztük lévő viszony is megszakadjon. Sőt, ennek egyre erősebbé kell válnia, hiszen minél erősebb ezen közösségek közötti viszony, annál erősebb Európa is. És ahogyan itt már Virág Rudolf is mondta, külön öröm számunkra, hogy ma és mostantól már egy magyar kitüntetettje is lesz a Pálffy István díjnak, hiszen miközben elismerjük más országok politikusainak, szervezőinek a munkásságát Európa otthonossátételében, most már mi is elmondhatjuk, hogy hozzátettünk a magunkét. Az európai határmenti együttműködések területén, ezen együttműködések felépítésében, a regionális együttműködések serkentésében és életben tartásában, mi itt Közép-Európában szintén hozzájárunk ahhoz, hogy Európa otthonosabb, jobban élhető, biztonságosabb és biztosabb legyen. Gratulálok előre is a kitüntetetteknek, és kívánom önöknek, hogy a jövőben is tudják folytatni békében, egészségben és boldogságban a munkájukat. Köszönöm szépen a figyelmüket!